Kerékpárost vendégelnek meg a Pécsi Széchenyi téren. Kedden reggel tartották a Bringás reggeli elnevezésű eseményt, ahol a kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt a cél, úgy, mint ezen a héten egész Európában. Az Európai Mobilitási Hét keretében a mai reggel biciklis reggelivel vártuk a kerékpárral érkezőket. Rétest hoztunk, illetve amellett, hogy megreggelizhettek, és ezzel is próbáljuk azt ösztönözni, hogy minél többen választják a kerékpáros közlekedést, illetve elismerjük a bringásokat. Emellett a rendőrség is jelen van, és ők különböző tájékoztató anyagokat hoztak, illetve különböző szemléletformáló anyagokkal is készültünk. A kerékpáros közlekedés segít a levegő minőségének javításában, ezért is fontos népszerűsíteni. Aki a városban él, érzi azt, hogy a levegő minősége szempontjából sem mindegy, illetve a reggeli zsúfoltságban sem mindegy, hogy milyen közlekedési eszközt választunk. Sokan közlekednek ma már biciklivel Pécsen, mondja a szakmai vezető. Azt érezzük a kerékpáros reggelik alkalmával, hogy egyre többen választják a kerékpáros közlekedést. Nyilván most a rosszabb idő miatt kevesebben érkeztek, de azt gondoljuk, hogy azért alapvetően népszerű ez a közlekedési forma. A pécsi bringás reggelit a Zöld Híd Alapítvány, az Ökováros Ökorégió és az önkormányzat szervezte. Európában 2002-ben az autómentes nap mellett, annak kísérő rendezvényeként egy új tematikus napokból álló rendezvénysorozat jött létre, az Európai Mobilitási Hét. Az eseményt minden évben szeptember 16-a és 22-e között rendezik meg.